Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A téli karbantartási szünet után egy új kezdeményezéssel nyitotta meg kapuit újra a sümegi püspöki palota. Kalandozások a barokk művészet labirintusában címmel Nényei Pál tartott előadást a palota kávézójában a Magyar Kultúra napja alkalmából. S hogy miért csodálatos a barokk művészet? Arra önök is választ kaphatnak következő beszámolónkból. Csodálatosság az egyrészt, aki nem nagyon foglalkozik vele, vagy nem merül bele mélyebben, az is szembesül azzal, hogy olyan eszközök kell a barokk művészet, ami tényleg mellbevágó. Tehát ez a, amikor az ember belép egy barokk templomba, akkor tényleg egy másik világban érzi magát. Kicsit ez olyan, mint amit ma is keresünk, hogy virtuális világokba lépünk át, mindenféle VR szemüveg, amik ilyeneket használunk. Most a barokk művészet ugyanezt az élményt, ott vagyok, ahol nem is sejtettem, hogy leszek, ezt fizikai eszközökkel érte el, és ez hát egy csodálatos dolog. Az előadásában beszélt a barokk kettősségéről. Mit jelent ez? Hát próbáltam itt az ellentmondásosságot fölfejteni, hogy a barokkban rengeteg olyan dolog van. Hát ugye szokták mondani az, hogy a fény meg a világosság ilyen egész egyszerű dolgok, de hogy az ember a mélyébe beleás, akkor ugyanilyen hát én ezt antinómiáknak nevezem. Tehát az, hogy egymás teljesen kizáró vagy kiütő dolgok tudtak egymás mellett élni a barokkban. Nényei Pál előadásában a Szentpéter székesegyház tervezésén, építésen keresztül vezette a hallgatóit, így próbálta megvilágítani a barokk sokszínűségét, bonyolultságát, nagyszerűségét. Rámutatott arra is, hogy néha túlságosan leegyszerűsítve beszélünk a barokkról. Ez a túldíszítettség, ez egy picit, ugye ez is el is hangzott itt, hogy a ellenreformációnak a stílus irányzata ez, és akkor a protestáns puritanizmussal szemben állt, de azt hiszem, hogy a túldíszítettség az abban az esetben igaz, hogyha tényleg már túlcsordul és lehetetlen. Én nagyon kevés olyan barokművet ismerek, ami túl lenne díszítve. Mert mindig van egy, mondjuk egy józan ész szerint is felfogható, akár mérnöki konstrukció, egy vezérgondolat, aminek a keretében ezek a díszek is jelentést kapnak. Tehát aki szerintem csak a túldíszítettséget látja, az annak mindenképpen érdemes egy picit foglalkozni barokk művészettel, hogy lásson a túldíszítettségen túl is egy picit, és valami jelentésekbe ássa bele magát. Az előadásában Zrínyi Miklós példáján keresztül mutatta be Nényei Pál, hogy miért nehéz a mai embernek egy barokk műalkotás értelmezése. Mivé válik egy barokk műalkotás, hogyha az a fajta olvasási stratégia, amire még a barokk művészet korábban élő emberek képesek voltak, az megszűnik. Úgy is föltetném a kérdést, mi lesz mondjuk az egri csillagokból egy olyan korszakban, ahol nem tudnak összefüggő történetet olvasni. Hanem szeretik ezeket a mozaikokat, amik csak úgy fölvillannak. Tehát mondjuk ugye az ember most Facebookot pörget, ott nincsen összefüggő történet. Nyugodtan lehet, hogy 25 év múlva senki nem fog tudni értelmezni összefüggő történetet, mert a koherens gondolkodás megszűnik. Nyugodtan lehet. Tehát senki nem mondja azt, hogy nem fog megszűnni, én úgy érzem, hogy meg fog szűnni elég hamar, mert aki Facebookot pörget, meg Instagramot pörget, az nem lesz képes már történet értelmezni. Azaz, az a fajta olvasási rendszer, vagy értelmezési struktúra vagy dimenzió, amit mi olyan egyértelműnek veszünk, az megszűnik, akkor mi lesz a nagy regényekkel? Ezt senki nem fogja érteni. Na most a barokk művekkel ugyanezt történt. Igazából egy pár ember kivételével senki nem tudja őket olvasni,
normálisan, mert az a fajta gondolkodás, az a fajta strukturális agyműködés, ami a barokk műveket hozta létre, az napjainkra kihalt. Elgondolkodtató, a barokk művészetet mélyebben megvilágító előadásában olyan kérdésekre is kitért, hogy szabad-e az egységbe tartozó műalkotásokat szétdarabolni. Simegyi Plébeni templom az a barokk művészet egyik csúcspontja egyébként, tehát ezt próbálom mondani mindig, de szerintem mindenki tudja. Tehát, hogy a Simegyi Plébeni templomnak a belső kifestése és a tér, ahogy össze van rakva, ez maga a barokk, tehát, hogy csak együtt értelmezhet az egész együtt. Tehát nincsen benne semmi véletlenül, minden pontosan ki van találva, ugyanúgy, mint a Zrínyi kötetben, hogy miután mi következik, és hol van a helye éppensége az eposznak. Ez persze szeretjük ezeket a különböző illusztrációkat, mondjuk a királyok imádást, azt külön megnézzük. Nagyon szépen néz ki. És ez is ugye nagyon fontos, hogy a barokk művészet elvárja a nézőtől, az olvasótól azt, hogy ott legyen. A barokk művészet igazából nem reprodukálható. Ezt minden nagyon nehezen fogjuk fel, azonnal fényképezünk és visszünk haza. Ott kell lenni, ott kell lennünk, pontosan ott kell lennünk, mert akkor nyer értelmet az egész. Azaz, kezdjük a szabályszegést, nekünk abból a biztos pozícióból, ahol vagyunk, én csak egy néző vagyok, így nézem, ki kell lépnem, és részesévé kell válnom a kompozíciónak. Pont úgy, ahogy a San Pietro felé közelítő embernek részesévé kell lennie annak, amit a művész csinál vele. Nem lehet fényképezni. Nényei Pál közvetlen és érthető stílusú előadásában kiderült, hogy a barokk művészet a szívügye. S talán a hallgatói, olvasói közül többen is kedvet kapnak arra, hogy rászánják az időt egy barokk műalkotás értelmezésére még akkor is, ha az nem nyújt azonnali kielégülést.